Szép jó estét kívánok! Egy idézettel hadd kezdjem ezt a beszélgetést a mait. Ahhoz, hogy sikerüljön valami, mindig három feltételnek kell teljesülnie. Elkötelezett hozzáállás, tudás és átfogó megközelítés. Én azt gondolom, hogy mai vendégemre ez mindenféle értelemben igaz. Vendégem Gyenesei Leila. Örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz! Szia, és köszönöm a meghívást! Az Arena 4 sporttelevízió műsorvezetője, aki emellett jogász, emellett két diplomás ember, kommunikáció, marketing szakos és jogász természetesen, és aki elmondhatja magáról azt is, hogy olimpikon két sportágban. És Mimi édesanyja. És Mimi édesanyja mindenek előtt, emellett pedig világ és Európa bajnok, öttusázó, sokszoros magyar bajnok. És egy kaposvári lányról kell, hogy beszéljünk először, hiszen az indítatás nagyon-nagyon fontos. Az indítatás, én azt gondolom, hogy egy olyan családban, mint a tiéd, az elkötelezettnek kell lenni, hogy teljes erőbedobással és mindenféle értelemben odafigyeléssel kell egy sportágat csinálni. Gondolok itt elsősorban arra, hogy édesapád egy remek politikus volt és egy nagyszerű ember, ha úgy tetszik. Miniszterként és országgyűlési képviselőként is tudjuk ezt róla. Ugyanakkor, amikor egy kislány felnő Kaposváron, nyilvánvaló, hogy kitárul, kinyílik a világ előtte. És ha kellően odafigyel, akkor sportágat választ, mozgásformát választ. Nálad hogy történt ez? Beszéljünk az indítatásról. Én a szüleim kapcsán, én inkább szülőkről szeretnék beszélni, édesanyáról és édesapáról, nem arról, hogy ők mondjuk mivel foglalkoztak. És ez a lényeges itt, hogy ők nagyon támogattak abban, hogy megtaláljuk azt a sportágat, amiben én tehetséges vagyok, amit szerethetek is, és hasznos is. Tehát ez úgy indult, hogy tanuljak meg úszni, mert hát azt muszáj, de anélkül nem lehet gyakorlatilag élni. És akkor örökmozgó kislány voltam, nem bírtam az energiáimmal. Apukámnak volt egy atlétatársa, mert apukám középtávfutó volt, és akkor Jutka néni, Ásnegál Judit lett a futóedzőm. És egy olyan szerencsés helyzet alakult ki, hogy ő nem azt mondta, hogy hiába a középtávfutás az, ami mondjuk nekem a legjobban menne, hanem képességet fejlesztett. Tehát kislabdát is dobtunk, magasugrás, távolugrás, minden volt, gátaztunk is, és talán ez volt az alapja az öttusának, hogy innentől kezdve én nagyon könnyen meg tudtam tanulni új mozgásformákat, és aztán triatlonoztam is, és egyszer csak úgy döntöttem, hogy öttusázni szeretnék. Igen, hogy az adja meg azt a fajta komplexitást, amire nekem szükségem van, amilyen a személyiségem szerintem. Igen, hát a triatlon után már nyilván csak lovagolni kellett megtanulni és lőni. Igen. Meg vívni. És vívni. Tehát azért maradjunk ennyiben, hogy azért ez egy óriási lépés volt. Ugye olvastam, hogy a triatlon diák olimpia volt az első olyan verseny, ami azért már ezt a jövődet is meghatározta bizonyos értelemben. Kik voltak azok a testnevelő tanáraid, illetve később, akik azt mondták, hogy hajrá, most már egy kicsit komolyabban is foglalkozz ezzel? Nem volt egy ilyen pillanat, amikor én nekem úgy, amire visszatudnék úgy emlékezni, hogy na, én onnantól kezdve akkor komolyan foglalkoztam, hanem ez valahogy ilyen nagyon természetes volt, hogy sportoltam, hogy jól éreztem magamat a közösségben, és egy gyereknél szerintem ez az elsődleges, hogy egy olyan társaságba, egy olyan csapatba kerüljön, ami ugye nem az iskola, de ugyanúgy egy nagyon komoly értéket hordoz magában, fegyelmet tanul egy gyerek, célokat tud meghatározni magának, és valahogy így, amikor picike voltam, akkor még mondjuk egy megyei diákolimpia volt ez, aztán utána lett egy mondjuk egy országos diákolimpia, egy országos bajnokság, aztán a válogatott, és akkor serdülő Európa-bajnokságon indultam mondjuk triatlonba, és ott, ameddig eljutottam, az a junior világbajnokságon egyénibe 9. lettem. Az volt a legjobb eredményem, és egyébként én arra nagyon-nagyon büszke vagyok, mert azért egy nagyon kemény sportág, és egy nagyon jó alapja is volt igazából az öttusának. Amit... Tehát 2004-ig kitöltötte az életedet, ha úgy tetszik. Igen, igen. Viszont 2006-ban, tehát a sokszínűség ugye meghozta azt, amit azóta sem olvastam, illetve nem nagyon tudhatunk ilyesmiről, bár mostanában már azért látjuk,
hogy indulnak többen is téli és nyári olimpiai játékokon, de a sífutás hogy jött? Hiszen ez egy teljesen más sportág, más igényekkel. Ez is a családomra vezethető vissza, minden télen jártunk síelni, és nem csak síelni, alpesi síelni, hanem sífutni is. És a sífutás az ugye remek állóképességet ad, a triatlon, illetve a sífutás azért kiegészítette egymást, és aztán hát Magyarországról, hát sajnos, én ezt mondom, hogy sajnos, tehát nem kellenek azért világra szóló eredmények ahhoz, hogy valaki kvalifikálja magát az olimpiára, hanem az országban a legjobbnak kell lenni, amiben szintén rengeteg munka van. Tehát azért ezt azért tisztázni kell, hogy az, hogy valahol csak a 68. helyért küzdünk, az nem jelenti azt, hogy abban ne lenne munka, csak mások a feltételek. Nyilván az északi nemzetekkel nem fogod tudni felvenni a versenyt értelemszerűen. Ennek ellenére azért nyertél magyar bajnokságot is. Jellemző módon ugye Ausztriában rendezzük a magyar bajnokságokat azóta is. Hát ez így van. És mikor jött el az a pillanat, mert az meghatározó nyilvánvaló, amikor azt mondtad, hogy most már az öttusára fókuszálsz teljes egészében? A 2006-os torinói olimpia után. Én már előtte is azért öttusáztam, tehát akkor már nem triatlonoztam 2004 meg 2006 között, de 2006-ban vége lett február, nem tudom hányadikán az olimpiának, és én onnantól kezdve talán márciusban már ide költöztem Fehérvárra, és itt vált belőlem, itt váltam öttusázóvá. Nyilvánvaló, ezt meg annyi eredmény bizonyítja, hiszen legendák vagytok, az időszak volt a Székesfehérvári öttusa aranykorszaka, mondhatjuk. Bár most sem panaszkodunk. Igen, ezt akartam most mondani, hát hogy itt vannak a saciék. Azért egy olimpiai bronzéremnek örülhetünk. Persze. No, de hogy barátkoztál meg azzal a másik három, ugye beszéltünk azzal a három másik sportággal, ami ugye az alapja. Kezdjük a vívással. A vívás számomra, illetve szerintem egy öttusázó számára is azért fontos, mivel az ellenféltől veszed el a pontot. Ki volt a mestered? Ennek van egy ilyen gyakorlati haszna is, tehát hogy a vívás az egy rendkívül fontos dolog, de én inkább így a lélektanáról beszélnék, hogy ez egy nagy játék a vívás. Az egy nagyon izgalmas terep, amikor valahol egy szemben áll valaki veled, és azzal küzdesz meg, és az ő gondolatain, az ő fizikumán kell valahogy felülkerekedni, és nem az, hogy beleugrasz a medencébe, és a medencében hát mindenki a legjobbra törekszik, de nincsen interakció a másik versenyzővel, hanem elválaszt egy kötél, és nekem ez vonzott a vívásban, úgyhogy én nagyon szerettem vívni egyébként, és először Kulcsár Győző adott nekem a kezembe pengét, aztán pedig Korponai Istvánnal vívtunk itt Fehérváron, és én mindenkinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek, aki foglalkozott velem, és hitt bennem, mert nem egy szokványos út, amit én bejártam, amiről ugye beszélgettünk is, hogy egy picit azért későn kezdtem el. És nagyon érdekes az, hogy így visszagondolva arra, hogy nekem ez így hogy állt össze, én nagyon hittem magamban. És az edzőim is nagyon hittek bennem, de talán a közvélemény, vagy nem is tudom. Tehát, hogy nem volt erre nagyon példa, hogy valaki 18 évesen úgy döntsön, hogy akkor én most öttusázó leszek, és korábban mondjuk azt a három technikai számot azt nem űzte, de én hittem magamban nagyon, és olyan emberekhez kerültem, akik szintén hittek. Egyébként azt a műsor elején azt a Johanna Gilbró idézetet pontosan ezért hoztam, hiszen tudjuk, hogy meglehetősen későn kezdted, és bármennyire is tehetséges valaki, ahhoz, hogy karriert érjen el egy ilyen összetett sportág, ahhoz nem elég a tehetség, annál sokkal, de sokkal több kell, tudatosság is. Viszont a másik sportág, ami általában megnehezíti a kezdők dolgát, a lovaglás. Hogy barátkoztál? Én nagyon szerettem. Szerettem? Nagyon, nagyon. Az, hogy egy másik élőlénnyel ugyanez a kapcsolat, tehát hogy ott nem lehet megerőszakolni az állatot, ott nem lehet úgy... ott az együttműködésre kell törekedni. Nekem ami a legnagyobb kihívást jelentette, az mindig a lövészet volt. Tehát az valahogy az én személyiségemhez a lövészet, hogy ott olyan nagyon higgadtan, nagyon nyugodtan, eleve magas vagyok, iszonyú hosszú a kezem. Azért egy pisztolyt megtartani 180 centisen, az,
nem feltétlenül egy lövő alkat azért az én testfelépítésem, és én mindig azzal küzdöttem egyébként inkább. Tehát a lövészet volt nekem egyértelműen a gyenge pontom, és az is hullámzott. Tehát tudtam nagyon jól lőni, és volt olyan világkupa, ahol például én lőttem a legjobban, de benne volt a pakliban az is, hogy itt bármi előfordulhat. A tehetség és a szorgalom nálad mindenképpen kézenfogva járt, mondom én, hiszen két esztendővel azután, hogy elkezdted az öttusát, Uramisten, mondaná Eperje Szamóca ugye erre, már is 2008-ban a budapesti VB-n, ott voltunk mi is egyéb iránt, csapatban világbajnokok lettetek. Váltóban. Vagyis Váltóban. Igen, Kovács csapatban én ott még nem is voltam akkor nevezve még nem a csapatban. Igen, Váltóban, Kovács Sacival és Tóth Adriennel. Ez egy remek. És ráadásul indultál egyéniben, ott voltál a középmezőnyben. Ne, mondja, de hatodik lettem. Hatodik. A legjobb hát magyar az lettem. Az nekem középmezőny. Hát, a mostani nekem, sikerek mellett. Nekem nem de az középmezőny. Áttörést jelentett egyébként? Hát a legnagyobb áttörés volt. Az első volt. Világbajnokság? Nem az nem volt, nem az első világbajnokság volt. 2007-ben indultam már Európa, felnőtt Európa-bajnokságon és világbajnokságon is. Ott az volt a középmezőny, az, hogy legjobb magyarként. Tehát ott indult a Vörös Zsuzsa, indult a Horváth Viktor egyéniben, és a férfiak és a nők között is a legjobb magyarként végeztem ugye az egyéni versenyben, ami nekem egy nagyon nagy eredmény volt. Világbajnoki hatodik hely, 22 évesen, két éve öttusáztam, az mindenképpen egy áttörés volt, és a világbajnoki cím is, egy nagyon jó csapat volt akkor, az nagyon élveztem, nagyon szuper volt. Ugye Vörös Zsuzsával voltál egy korosztály, ha úgy tetszik, helyek között. Tehát én inkább úgy mondanám, hogy a Zsuzsa meg a Saci között voltam között. Én, szinte így félúton. No, tehát tőlük azért lehetett tanulni, mármint Zsuzsától. Inspirált téged? Mármint az ő eredményessége? Nagyon. De nem az eredményessége inspirált, hanem a személyisége. A személyisége? Az, ahogy ő versenyzett, talán az volt, ami egy olyan fajta, amiatt magaslott ki ő a mezőnyből, hogy az adott napra, az adott pillanatra tudta úgy összerakni magát, és kihozni magából, talán azt mondom, hogy még többet is, mint amit tudott. És ez különbözteti meg szerintem az igazán nagy versenyzőket, azoktól, akik nem tudnak oda jutni a csúcsra. És nekem fantasztikus volt látni őt akár edzésen, akár versenyen, ahogy készül, ahogy összerakja egy napját. Én nagyon sokat tanultam tőle, és én úgy érzem, hogy nagyon sokat is foglalkozott velem. Tehát amikor úgy kedve volt, meg úgy megnyílt, akkor például egy futóedzés során, amikor nem résztávos futóedzés volt, hanem csak futottunk mondjuk egy órát, akkor én nagyon-nagyon szerettem vele beszélgetni, és annyira sok kis apró finomságot lehetett így ellesni tőle, amit be lehetett építeni utána a versenyzésbe. Mi motivál egy versenyzőt azon felül, hogy nyilván egy remek csapattagja, de azt gondolom, hogy a világversenyek hangulata semmivel sem összehasonlítható. Tehát az Európa világkupák, Európa bajnokságok, világbajnokságok, de a csúcs mindig az ötkarikás játékok. Én nagyon szerettem versenyezni. Nekem a fő motiváció az volt az én sportpálya futásomban, hogy szeretek versenyezni, és szeretem akkor, abban a pillanatban megmutatni azt. Tehát ennek ez a súlya, hogy itt nem csütörtökön kell jónak lenni, hanem ha versenyt szombaton rendezik, akkor szombaton kettőkor kell a legjobbnak lenni. És ez is egyfajta tehetség, hogy ki az, aki szombaton tud jó lenni, és lehet, hogy szerdán ő nyerni az olimpiát, csak az olimpiát azt mondjuk szombaton rendezik. És ez adja meg az igazi fűszerét mondjuk így az élsportnak, hogy van egy adott nap, és akkor kell tudni a legjobbnak lenni. Meg annyi siker volt a tiéd, részese lehettél ezeknek a sikereknek, ugyanakkor én visszaemlékszem, mert szintén láttam a tévében, a Junior Prima díjra. Én azt gondolom, hogy az is egy különleges pillanat, mégpedig azért, mert egy más millióban mutatkozik meg, hogy mennyire megbecsülik a sportot itt Magyarországon. Ez megerősítést jelentett neked? Igen. Egy ilyen díj az mindenféleképpen megerősítés. Habár a legfontosabb nekem mindig a verseny volt. És nem is az érem, meg nem az eredményhirdetés, hanem a teljesítmény. Mert én mindig arra törekedtem, hogy
hogy magamból kihozzam a legjobbat, a teljesítmény legyen jó. És az, hogy most ez milyen helyezéssel párosul, az megint nem csupán rajtam múlik, hanem hogyha valaki aznap sokkal jobb volt, akkor gratulálni kell, és igen, akkor ő volt a legjobb. Szóval én mindig inkább a teljesítményre koncentráltam, és nem a helyezésre, nem a díjakra, bár mondom még egyszer, nagyon jól esik az, amikor az embert elismerik, akár a kisebb környezetében, akár mondjuk országos szinten. Kommunikáció és marketing. Ugye a családban is általában én azt gondolom, hogy a sikeres sportoló is gondol mindig a jövőjére, és hát a te családodban alapvetés volt a diploma mindenképpen. Hogy választottál először szakirányt? 18 évesen én még nagyon a sportra koncentráltam. Nem volt ez egy olyan tudatos választás, hogy én mondjuk ebbe szeretnék dolgozni, hanem csak, hogy tanulnom kell, az mindenképpen egy ilyen, hát azt mondom, hogy elvárás volt azért a családunkban nekünk ez egy ilyen teljesen normális, illetve nem csak a családunkban, hanem azt hiszem, hogy az öttusában is. Tehát az nem divat, hogyha valaki mondjuk 18 évesen befejezi a középiskolát, és mondjuk egy öttusázó nem tanul. És ez szintén egy óriási érték szerintem ebben a sportágban, hogy igenis itt elvárás az, hogy valaki főiskolára, egyetemre járjon. És ami meg már egy tudatos választás volt, illetve tudatosan készültem így az életemre, az már a jogi egyetem volt, igen. Viszont az év öttusázója díj, amit négyszer is kiérdemeltél, és háromszor... Kézzel, de hogy én nem is tudom, hogy hányszor, tehát nem számolom. Négyszer, 2008, 9, 10, 12. Uh-huh. Azért látod, tehát a versenyben abban arra tökéletesen emlékszem, hogy hányadik lettem, mi a középmezőny, mi történt, melyik évben mi volt, de az ilyen jellegű díjak, az, hogy mondjuk hányszor voltam az év női öttusázója, az már sokkal inkább így feledésbe merül, mert ehhez nem egy konkrét verseny emlékkel párosul, hanem már egy ilyen bizonyos fokú összegzés, vagy ilyen összesítés. Igen, mert az összegzésre azért szükség van, nyilvánvaló, hogy a pihenő időszakban is, ha visszatekint valaki, egy eredményes sportoló is megteszi ezt esztendő végén, hogy mit tettem jól, mit kevésbé, mit kell tennem a jövőben. Mindig tudatos voltál? Mindig készültél a jövődre? Igen. Tehát itt most nem csak a sportra gondolok, hanem úgy általában. Abszolút. Én tudatos voltam. 18 évesen abban voltam tudatos, hogy nagyon sportoló akarok lenni, és mindent el szeretnék érni a sportban. És aztán volt egy olyan pillanat, amikor ilyen 23-24 évesen azért megéreztem annak a szelét, hogy ez nem egy élethosszig tartó karrier. Gondolni kell arra, hogy mit szeretnék csinálni majd a jövőben, és ez leginkább azért van, hogy aki megszokja azt, hogyha valamiben sikeres, valamiben ügyes, valamiben letesz valamit az asztalra, akkor annak ne csak egy emléke legyen, hanem ha eltelik 10 év vagy 15 év, akkor is azt érezhessed, hogy egy hasznos tagja vagy a társadalomnak. Ez szépen hangzik, viszont nehéz. Fú, nagyon nehéz. Iszonyú nehéz. Hiszen azért 22 év volt a pályafutásod, azért az hosszú idő, és amikor Tajvanban elbúcsúztál egy ezüstéremmel a női váltóban, akkor milyen gondolatokkal tetted a búcsút? Elég volt. Azt éreztem, hogy befutottam, átfutottam a célvonalon, ugye akkor nekem már ott volt két porckorongsérvem, és azt éreztem, hogy nincs bennem több. És emiatt nem, egy pillanatig nem fordult meg utána a fejemben az, hogy mondjuk lejöttem egy öttusa versenyre, szurkoltam a többieknek, hogy Istenem, én még itt lehetnék. A korom alapján még lehet, hogy ott lehettem volna. De a lelkemben nem maradt olyan fajta hiányérzet, hogy nekem még itt lenne a helyem, hanem szerettem volna már másra koncentrálni. Tudtad már, hogy mihez fogsz kezdeni a pályafutásod befejeztével? Én nagyon a sportban akartam dolgozni, úgyhogy ez volt nekem az elsődleges célom, hogy valahogy az, amit tanultam, meg az, ami érdekel, ami az életemnek a része, tehát az, hogy valaki 22 évig sportol és élsportoló meg annyi tapasztalattal, az szerintem jó,
hogyha azt nem magunk mögött hagyjuk, hanem hogy valahogy abból tovább épülve. Az volt a legnehezebb, hogy nem volt egy olyan fajta cél előttem, hogy tudtam, hogy augusztus 12-én mondjuk van nekem egy világbajnokság, és akkor kell a legjobbnak lenni, hanem napról napra, hétről hétre lehet megfogalmazni célokat, de talán amikor a tévézés jött az életembe, akkor jött egy olyan fajta új lendület, és nem a tévézés, hanem a sporttelevíziózás, és ez a kettő, ez nagyon fontos, hogy nem a szereplés éltett engem, hogy én képernyőn akarok lenni, hanem hogy olyan dologgal foglalkozhatok, amivel korábban is foglalkoztam. Tehát tudatos volt a választásod? Tudatos volt, de a tudatosság az kevés, hanem hogy kell azért ehhez szerencse is, kell ehhez is egyfajta tehetség, hogy az ember megtalálja azt, ami érdekli, amiben jó, ami megadja neki azt a fajta bizsergést, amihez én azért hozzá voltam szokva, hogy tehát egy világbajnokságon azért nem úgy alszik az ember előtte nap éjszaka, hogy minthogyha egy kedd délelőtt jönne, hanem akkor azért ott van az emberben a druk, és ez a fajta druk, ez jó druk, tehát hogy ez nem egy ilyen nyomasztó állapot, hanem egy ilyen várakozásokkal teli, és ezt jó megtalálni szerintem utána is, hogyha megmarad az embernek az életében, egy sportolónak az életében. Jó, hogy ezt mosolygós szemmel mondtad. Mint ahogy mosolygós szemmel vettük tudomásul mi is, hogy férhez mentél, és alig egy évre rá, ugye feke pár volt. Nem egy évre, három. Három? Igen. Akkor én rosszul számoltam, de megszületett Mimi. Ja, a Mimi, a Miminek a születése, az, azt hittem, hogy... Nem. Igen. Mimi, igen, egy évre. Az pontos, abszolút. Igen, egy csoda kislány, azóta is nézzük, látjuk. Mennyire változtatott meg az anyaság, hiszen ez egy csoda pillanat. Nagyon. Nagyon megváltoztatott, és nagyon jó irányba. Én azt mondom, hogy sokkal szervezettebben élek, ahhoz képest is, amikor öttusáztam, pedig aztán akkor nagyon, nagyon nagy célok voltak, és nagyon fegyelmezetten kellett élni, de talán az időbeosztásom az most sokkal ilyen feszesebb, hogy úgy mondjam. Hogy tudom, hogy értekel menni, tudom, hogy elviszem úszni, hogy utána közbe bevásárolok mondjuk, amíg ő úszik, a medencében van, utána akkor hazamegyünk, akkor mit kell csinálni? Tehát, hogy ezt össze kell hangolni, hogy nem csak a karrierem van, hanem van mellette egy olyan jellegű állapot is, ami a legfontosabb, és szerintem így ez az életnek az igazi értelme. És szeretnék ebbe a legjobb lenni egyébként. Nincs kétségem felőle, hiszen például, ha csak a főzőműsort nézzük, azt hiszem, hogy ámult-bámult egy egész ország. Hát köszönöm. Ez is egyébként a Mimivel jött be, mert amíg öttusáztam, nekem nagyon kevés időm volt főzni. Örültem, hogyha ha volt időm elmenni bevásárolni. Egyszerűen nem volt arra már így szabad kapacitás, hogy az öttusa, meg a tanulás mellett, akkor én még főzőcskézzek is. Viszont megszületett Mimi, és onnantól kezdve meg fontossá vált ez is. Az aréna azért nagy kihívás mindenképpen. Tehát általában minden sporttelevízió nagy kihívás, hiszen most már nem csak egy telesport van, hanem kismillió sportcsatorna, és én azt hiszem, hogy a tartalom és a forma mindenképpen elvárható, hogy az olyan legyen, amit mindenki szívesen néz. Hogy készülsz egy-egy adásra? Hiszen itt a sokszínűség átka a sportban azért megjelenik. Egy hihetetlen jó közegbe kerültem az Arena 4-nél, ugye én előtte a Digisportnál dolgoztam, és tavaly nyáron váltottam munkahelyet, és kerültem az Arena 4-hez, ami egy ilyen friss, újonnan induló, tele ambícióval lévő sportcsatorna, és most a Bundesligával foglalkozom én csak, és élő stúdiós műsorokban szerepelek, tehát a meccsek előtt, közben, végén. Nagyon nagy falat volt, nagyon nagy felelősség is, és hát remélem, hogy megállom a helyem. Így van, ezt tapasztaljuk, nyilvánvaló, hogy bár nem vagy Bayern Drucker, de a Lipcsének, mi is a Lipcsének szurkolunk, azt azért elmondom. Én még ezt sem mondanám, nekem egy harmadik csapat egyébként a kedve. Nem. Akkor nem tudom ki, Mönchengladbach. Nem.
Akkor nem tudom, Union Berlin. Leverkusen. A Leverkusen, egy nagyon fiatal csapat, nagyon lendületes, nagyon támadó, ilyen nyílt sisakos harcot folytatnak ők, és nekem ez ilyen nagyon szimpatikus, nagyon kedves, és hát tele vannak most sérült el, úgyhogy most pláne azért drukkolok nekik, hogy ez valahogy így hát túléljék. Nagyon-nagyon fontos a boldogság, én azt gondolom, egy átlagember számára. Aki pedig reflektorfényben él, az minden celebség nélkül mondom, hogy odafigyel arra, hogy mit, hogyan nyilatkozik, mikor a változásokról hogy számol be, és bulvár nélkül, ugye most boldogságban élsz, hiszen ezt nincs magyar, aki ne tudná, aki nézi az Exatlont, hogy új társa találtál Monoki Lehel személyében, tehát ez boldogság. Abszolút, igen, nagyon. És hálás vagyok, hogy ez is így alakult, mert az ember életében vannak, ugye, amit azt hittem, hogy azt említed meg az előbb, ugye a válást, ami nem titok, és nem szégyen, igen, hanem tény. És azért lehet erről beszélni, de örülök annak, hogy ugye az a házasság, vagy az a kapcsolat az ugye 6 évig tartott, és aztán tudtam nyitni. És most már Lehellel ugye majdnem 2 éve alkotunk egy párt, és jó az, hogy nagyon, nagyon hasonló az érdeklődési körünk, ugye ő is az Arena 4-nél dolgozik, a sport iránti szenvedélyünk közös, és mi most így egy ilyen nagyon jó kis csapatot alkotunk. Jó, tehát lubickolsz az Arena 4-nél, az teljesen egyértelmű. Ha összegezned kéne, akkor milyen üzenetet mondanál valakinek, aki szép, tehetséges, mire figyeljen, hogy aztán utána boldogan telhessenek a mindennapjai? Bármennyire is közhelyszerűen hangzik, azért ez fontos, a tudatosság ebben a kérdésben. Én szerintem a mindennapok. Tehát ez nem egy tulajdonság, vagy egy dolog, amit meg kell tenni azért, hogy valaki boldog legyen. De a boldogság az nem egy állapot, hanem hogy vannak percek, amikor úgy megveregettem a vállam, hogy mondom, ez most jól sikerült, ez rendben van, de aztán utána megint, tehát hogy ezzel minden nap tenni kell, hogy az élet az jó legyen. Kell hozzá szerencse is, hogy egészségesek legyünk, hogy ne legyenek olyan rajtunk kívülálló problémák, amivel nem lehet mit kezdeni. Tehát mondjuk édesanyámnak az elvesztésével azzal nem lehetett mit kezdeni. De az, hogy van az emberben ambíció, és hogy megtaláld azt, amit szeretsz, hogy ne egy ilyen favágás legyen, egy ilyen unalmas, belefáradt dolog, hanem soha nem késő azt mondani, hogy jó, 10 évig ezt csináltam, de én ebben nem érzem jól magam. Ha nem érzem jól magam benne, akkor tenni kell érte, hogy valami változzon. És az én életemben azért sok olyan dolog volt, ami így sarkalt arra, és én mindig nagyon félek egyébként a változásoktól. Tehát, hogy senki ne gondolja azt, hogy én nekem ez így megy, hogy nem baj, eddig ezt csináltam, most utána az is, akkor az menni fog, hanem ez egy ilyen tök nagy belső munka, hogy én hajlandó vagyok arra törekedni, hogy bármilyen félelemmel töltetett a főzőműsor, hát én rettegtem tőle, hogy fine dining tányért azért én elkészítsek, és borzasztó sokat készültem. Tehát ezzel tudom én ellensúlyozni azt, hogy a belefektetett munkával, hogy gyakoroltam, eszközöket vásároltam, és úgy fogtam föl, hogy lesz, ami lesz, eredménytől függetlenül, hogyha én megteszek mindent, akkor nekem az boldogságot fog adni. És végül is így lett. Történjék így továbbra is. Ezt kívánom. És boldogságot mindhármatoknak, illetve mindenkinek. Hát ez lenne a jó, hogyha a világban is így lenne, és nem lennének ilyen szörnyű dolgok itt körülöttünk, mert sajnos azért ez is azért eléggé. Ne legyenek illúzióink, ezt sajnos nem érhetjük el mi itt, bármennyire is szeretnénk, de én azt gondolom, hogy azért járjunk azon az úton, törekedjünk erre. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél el. Én köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Gyenesei Leila volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!